Ebben a húspultban a szabályoknak megfelelően van jelölve a termék származási helye, Magyarország. Ezt a szabályt 2020. január 15-én vezették be. Az ilyen kisebb üzletekben elég egy felirat, de a 200 négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű üzletekben kötelező nemzeti színű zászlókkal jelölni. Ez is egy olyan szabály, amelyet szigorúan vizsgálnak a NÉPIH szakemberei a tavaszi szezonális ellenőrzés során. De figyelik a húsok és a tojások minőségét is. Azt tudni kell, hogy ilyenkor a húsvéti ünnepkörben ebben az egy hónapban kétszer-háromszor annyi tojás fogy el, mint általában Magyarországon átlagosan, és hát ezt a tojótyúkok sajnos nem tudják követni. Sajnos gyakran előfordul, hogy külföldi túltárolt készletekkel próbálják meg ezt a magas igényt pótolni. Hát ezért kell ezt a szegmenst is ellenőrizni, és próbáljuk azt garantálni, hogy a hazai tojáscsomagolókból jó minőségű, friss magyar tojás kerüljön a fogyasztókhoz. A húsvéthoz tartozó édességek vizsgálata is megtörténik. Itt is próbáljuk kiszűrni a csalókat, ügyeskedőket. A húsvét kiegészítőit, salátákat és borokat is vizsgálnak. Magyarországon 100-110 ezer élelmiszeripari vállalkozást tartanak számon. Őket közel 1500-2000 ember ellenőrzi ebben az időszakban. Mindenhova azonban nem tudnak eljutni, ezért fontosak a vásárlók visszajelzései is. Az akció március 21-én indult, és az első két hétről már konkrét eredményeket tudott mondani híradónknak a NÉPIH élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében eddig összesen 47 ellenőrzés történt, ennek csak nem kétharmada kereskedelmi egységekben, és a többi az pedig előállítóknál, vendéglátóknál. A kollégáink eddig 207 különböző terméktételt ellenőriztek. Ebből nagyon érdekes, és hát egyben örömteli az, hogy ebből 190 hazai tétel volt, és csak 17 volt külföldi. És egyébként három esetben kellett eljárást indítani ezeknek a termékeknek az eljárása, tehát a forgalomból történő kivonás, illetve a bírságolás még folyamatban van. A szezonális ellenőrzés sorozatot 2008-ban indította a NÉPIH. Az idei ellenőrzés egészen április 18-áig tart az ország egész területén. Ez idő alatt vizsgálják az élelmiszer előállítókat, az élelmiszer forgalmazókat, a nagyobb üzleteket és a helyi piacokat egyaránt.